Tehát most három kesztyű van rajta, mindenhol le van fedve minden, tehát a bőr nem szabad kilátszódni. Ebben a felszerelésben mehet be az orvos a koronavírusos beteghez. Stábunkat is felöltöztették, megmutatták nekünk, hogy nem könnyű több maszkban és több kesztyűben dolgozni. A Kiskunhalasi Kórház a betegek biztonságos szállítása érdekében egy buborékra hasonlító eszközt készítetett el. Az a célkitűzés, hogy leginkább a dolgozóinkat védjük meg. Elsősorban ennek kell megfelelni, ugyanis hogyha az egészségügyi dolgozót elveszítjük, akkor nem lesz, aki ellássa a betegeket. Ahhoz, hogy ezeket a betegeket bizonyos betegutak kereszteződésénél biztonságosan lehessen szállítani, ahhoz több másik országban is úgynevezett buborékos szállítást, transportot biztosítanak. A Kiskunhalasi Kórház egy műanyaggyártó céget keresett fel, ők gyártották le a prototípust. Ezt a szerkezetet egyszerűen rá kell helyezni az ágyra, és már szállítható is a beteg. Ez pedig már az egyik olyan részleg, ahová a fertőző betegeket vagy a gyanús eseteket szállítják, valamint a covidos szülészetet is itt alakították ki inkubátorral, műtővel. A Kiskunhalasi Semmelweis kórházban több emeletet a covidos betegek ápolására alakítanak ki. Összesen a kórház össz ágyszámának a 60%-át kellett szabaddá tenni. Ez 321 ágyat jelent. Jelenleg 280 ágy elérhető a kórházban. Holnapra a maradékot is biztosítani tudjuk, és 150 ágy áll rendelkezésünkre a mobil járványkórházban. Mindeközben több beteg is elhagyhatta a Kiskunhalasi kórházat. Itt az elmúlt időszakban 4 olyan beteg volt, aki igazolt COVID-19 pozitív volt, és mind a 4-en meggyógyultak, és otthonukba lettek bocsájtva. Ezúton is szeretném megköszönni valamennyi személynek, orvosnak, nővérnek, szakdolgozónak, kiszolgáló személyzetnek, aki részt vett ebbe az ellátásba, hiszen mind a 4 beteget úgy tudtuk meggyógyítani, hogy közben egyetlen egészségügyi személyzet részéről egyetlen betegség sem történt. A Kiskunhalasi Kórházban holnapra végeznek a férőhelyek számának bővítésével, de az orvosok bíznak abban, hogy üresek maradnak a kórtermek.